itt haladnak el előttünk. Hát azt mondom, hogy innen kérem, ezt már nem lehet elveszíteni. Sziasztok, ez itt a Lapátolás Podcast, a Kajakkenu magyar hangja. Adásainkat a Kajakkenu sport jelenlegi és leendő szerelmeseinek készítjük. Vendégeim a sport fiatal, meghatározó egyéniségei, illetve a már befutott, idősebb korosztály képviselői lesznek. A műsor célja, hogy a vendégeimet egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz, betekintést nyerhessünk magánéletükbe, megismerhessük egyéni életszemléletüket, a sporthoz fűződő viszonyukat. Reményeim szerint sokat tanulhatunk majd tőlük, nevethetünk velük együtt, és így módon is tovább népszerűsítjük ezt a nagyszerű sportágat. Iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek minket Instán, Facebookon és Spotify-on. Adásainkat a Vodafone Podcast Pioneers projekt támogatja, akik szponzorációjukkal segítenek nekünk tovább újítani a technikát. Köszi Vodafone! És ez így milyen érzés volt, mert azért ilyet sem hall gyakran az ember, hogy egy bizonyos versenyzőnek csinálnak hajót, vagy hogy az ő méreteire így. Ez így megtiszteltetés volt neked, vagy... Vagy így hogy érezted magad? Ezt nem, tehát, hogy nekem csinálta a Nélo, de hát így, ezt így... Uh-huh. Hogy alapvetően gyártásban... Így van. Értem. Na, de egy ilyen nem tökéletes győri világbajnokság után 2016-ban ismét dupláztál, megnyertétek a párost is, és az egyest is. Ebben az évben milyen motivációval kezdtél ennek a 2016-os egyébként olimpiai évnek? Hát nyilván szerettem volna kiküszöbölni az előző évi hibát, megmutatni, hogy azért tudok én még egyesben is versenyezni, és az tényleg csak egy botlás volt. 16-ban hol is volt? Brandenburg. Ja, hát igen. Brandenburgban, pedig az időjárási körülmények nem voltak ideálisak. Nagyon durva szél volt, semmi nem takarta a pályát, ha jól emlékszem. Iszonyú hullámok voltak, nagyon lötyögött a víz, és emlékszem, hogy azért párosban a dél-afrikaiak nagyon megnehezítették a dolgunkat. Ők amúgy is mindig egy saját gyártású hajóval jönnek, és meg ők roppant szívósak, tehát ott ők nagyon bírják ezt a lötyögős vizet is. Úgyhogy ott emlékszem, hogy ráadásul két fiatal versenyző jött tőlük, de meg kellett ott küzdeni nagyon azért az aranyért. Ez volt 16, ugye? Hát azt nem tudom. Igen, ez 16 volt, és akkor 17-ben pedig ezüstérmesek lettetek párosban. Ezt már is mondom, hogy ez hova volt. Ez Dél-Afrikában volt. Dél-Afrikában. És a Kislimandáék nyerték ezt Igen. Hát ott ez volt az első, talán, ahol egyesbe nem szereztem érmet. Lehetséges? Igen. Itt nem szereztem. Igen. Hát itt kezdődött a, vagy az, itt a múló idő szelemek csapott, nem tudom, hogy mondjam. Hát de szerintem itt azért a versenytársaid azért is örültek, hogy végre érzed a korodat, ha szabad így fogalmazni, mert eddig teljesen mindegy volt, hogy 2010 volt, vagy 2016, mert ugyanazokat az eredményeket tudtad produkálni. Lehetséges, ez nagyon fájt ez a verseny. Eleve a Dél-Afrika ugye nekem nem szerencsés, nem tudom, 98-ban ugye a kormánytörés az első világbajnokságon, aztán akkor itt ez a verseny, ráadásul hazafelé már nem is voltam túl jól a repülőúton, végig a mosdóba voltam, mert egyszerűen elkaptam valamit Dél-Afrikába, és aztán nem tudjuk, hogy ez már a versenyen lappanghatott bennem, mert azon túl, hogy nem szerepeltem jól, azon túl, tehát nem is ér, mint hogyha nem is tudnék kajakozni. Tehát ez egész verseny egy kínszenvedés volt. Életemben nem volt ilyen rossz verseny, nem szerintem, mint az. De úgy ámblokk az egész ott tartózkodás valamiért. Akkor a közérzeted is rossz volt, nem is kajakoztál jól, nem is, az eredmények se úgy jöttek. Akkor azért egy ilyen rossz minden után egy világbajnoki ezüstérem azért az nem olyan rossz, nem? De abszolút. Akkor ezzel úgy elégedett voltál? Hát elégedett voltam.
de mondjuk, hogy mondjam, ide is nagyobb reményekkel érkeztünk. Mm-hmm. Tehát bíztam benne azért, hogy jobb eredmény egyesbe, mert a párosba az ezüstérem szerintem, főleg ugye ott a Vandáék, a Mihalik Sárával, ott szerintem nagyon jól versenyeztek, okosan is, és jól is mentek, úgyhogy az abszolút elégedett vagyok az ezüstéremmel, viszont egyesbe ott tényleg csak estem keltem a vizeken. Uh-huh. Hát akkor ez nem egy szerencsés világbajnokság volt neked. Uh-huh. Viszont ebben az évben Európa-bajnoki címet szereztél ismét K2-ben. Ez az EB, ez milyen volt? Ez, gondolom, itt is előbb volt az Európa-bajnokság, mint a világbajnokság. Igen, általában úgy szokott nálunk lenni, hogy először az EB, aztán a VB. Azért is mondom, hogy a VB-n jobb eredményre számítottunk, mert az EB-n tényleg minden összejött. Tehát, hogy igen, most nézem, hogy egyesben is ugye megnyerted a futamodat. Igen, azért mondom, hogy minden jel arra mutatott, hogy jó irányba haladunk. Uh-huh. Aztán ehhez képest, mire Dél-Afrikába odaértünk, ennek már nyomát se láttam, vagy nyomokban tartalmazta a felkészülés bizonyos elemeit. De miért szerinted elfáradtál a szezon végére, vagy? Mert ugye ebben a korban már azért az is lehet, de hogy miért pont akkor? Tehát, hogy miért pont akkor, miért azt az évet nem írtam volna ki, minden év ugyanilyen hosszú, valamikor októberben van a világbajnokság. Nem tudom, mondom, lehet, hogy a hosszú utazás, az időeltolódás, akkor ott kín a körülmények. Nem mondom, hogy rossz szállodában voltunk, de azért Dél-Afrikában vagy ilyen távoli országban azért előfordul, hogy a mi európai gyomrunk ezt nem bírja. Az is lehet, vagy egyszerűen nem tudom tényleg, erre nem tudok a mai napig magyarázatot adni. Aztán viszont 2018-ban ismét megmutattad, hogy még mindig benned van az egyes aranyérem, hiszen ott is Európa-bajnok tudtál lenni. Ez hol volt? Hú, ezt most nem látom. Mondom, az ezt őszintén. Ne kérdezzek, ezt most nem tudom. De azt látom, hogy ez az utolsó EB címed egyesben. Ez lehet, hogy a Horvátország, nem tudom. Nem tudom, hát itt lapozok az oldalak között, de hát... Mondjad. De hogy azért ez nagyon káprázatos, hogy tényleg 99-ben ugye párosban, de akkor 2003-ban, vagy mikor nyerted az első egyes VB-t? Igen, hogy ott nyertél EB-t is, VB-t is, és 18-ban, 15 évvel később szintén meg tudtad nyerni az Európa-bajnokságot egyesben, hogy... Hát, hogy ne véletlen legyen, tudod? Igen, igen. Hogy azt mondják, hogy véletlen. Igen, és azért közben is még összeszedtél párat. Hogy nagyon sok sportolónál, akár a kajaksportban, akár másik sportban egyszerűen látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy oké, akkor innentől ez már egy szépen lemenő ág, talán ideje lenne abba hagyni. Viszont nálad így 15, de mondjuk ezt az első győzelmed után 99, akkor ez 19 éven keresztül lényegében folyamatosan olyan eredmények jöttek, amik nem adtak arra okot, hogy te abba hagyd, és nem adtak szinte lehetőséget se a kompetíciónak, hogy más bele tudjon szólni, vagy hogyha bele tud szólni, akkor is te a dobogón végzel szinte mindig. Minek köszönhető ez szerinted, hogy ennyire jól bírtad ezt az egész versenyzési karrieredet? Szerintem abszolút az egyik kulcs, hogy szeretem, vagy szerettem, amit csinálok. Én szerintem, hogyha valamit elkezd az ember, és a szívvel, lélekkel csinálja, akkor nem létezik, hogy annak ne legyen meg a gyümölcse. Én szerintem ezt nagyon sokszor szokták tőlem kérdezni, és szerintem egyre inkább, ahogy telik, múlik az idő, egyre inkább úgy gondolom, hogy az elhivatottság, az, hogy szeretem csinálni, ez a kulcsa. Semmi más, semmivel nem vagyok erősebb, gyorsabb, magasabb, tehát semmilyen különleges képességem nincsen, ami másnak ne lenne meg. De mondjuk lassan itt van a Vanda,
aki ugye Kiszli Vanda, aki bebizonyítja, hogy igen, ez így van, ő is meg tudja csinálni. Tehát aki ezt erre felteszi az életét, és csinálja szerelemből, az ugyanezeket el fogja tudni érni. Akkor azt mondod, hogy a kitartás és a mentális ott lét, hogy úgymond mindent fel tudja ennek áldozni? Hát azért azt nem mondom, hogy mindent feláldoztam. Igen, azért mert közben hogy van családod, két gyerekem, igen. Van. Tehát nem az van, hogy se kutyám, se macskám, és csak a kajaknak élek. Nem beszélve arról, hogy fiatalon is úgy voltam vele, hogyha el akartam menni egy moziba, vagy egy buliba, most a fiatal sportok ne figyeljenek, akkor elmentem, mert nem azon fog múlni, nem, nyilván nem négy kézláb mentem haza hajnal 5-kor, hanem normál keretek között, de ez bele kell, hogy férjen szerintem, és nem kell mindenről lemondani. Én például, nem tudom, az elmúlt olimpia után kicsit meglepődve hallgattam a nyilatkozatokat, amikor olimpiai bajnokok, érmesek, amikor akkor érték el életük legjobb eredményét, arról beszéltek, hogy úristen, hát micsoda nehézségek, meg lemondások. Nem tudom, nekem lehet, hogy azért nem lettem olimpiai bajnok, mert hogy ezek nem voltak, de nekem az nem lemondás, hogy még egyszer mondom, én elmentem a moziba és elmentem a buliba, de nekem az nem lemondás, hogy tehát én szabadon választottam, hogy most kajakozni megyek, vagy a barátokkal lógni a térre. Igen, hogy ez az, amit én is így észreveszek, és ez alapján egy vadidegennek talán még unszimpatikus is lehet ez az egész. Hát igen. Igen, és hogy te meg megmutattad azt, hogy lehet ez gyereknevelés mellett, lehet ezt barátok, meg mozizás mellett is, és most meg mindenki az, hogy méri a kajáját gramra, meg nem tudom, lefekvés előtt 2 órával már nem csak a könyvet olvas maximum, hogy nem mindig kellett ebbe ennyire belefeszülni, hanem lehetett menni talán az árral, mondhatom ezt? Hogy az élet. Igen, abszolút. Tehát, hogy én soha nem voltam híve ezeknek a szélsőségeknek, hogy akkor most ne együnk, nem tudom, édességet egyáltalán. Tehát az arany középút, az nem véletlenül arany középút. Tehát, hogyha te normál keretek között maradsz, akkor lehet mindenből ezt is egy kicsit, azt is egy kicsit, és akkor nem érzed olyan óriási lemondásnak az egészet, mert akkor hol van benne a szépség, vagy hol van benne a te örömöd. Akkor ezek szerint az az út, az nem is volt olyan örömteli, amíg ő oda eljutott. De akkor meg nem értem, akkor meg miért csináljuk. Tehát, hát van, aki nagyon teljesítményorientált, és csak az az egy cél érdekli, és nem feltétlenül bánja azt, hogyha, vagy csak akkor ott bánja meg, hogy milyen úton ment keresztül. Ez az, de hogyha ott megbánod, akkor az egészet megbántad, az egész utat megbántad, nem? Igen. Tehát akkor örülsz annak, ami ott van, de az már egy, nem egy, vagy hogy mondjam, az egy külső tényező, vagy külső motiváció, tehát aminek örülsz, most nem akarom... Mindegy, ezt hagyjuk. Jó, hogy minek örül. Ja, de hogy én is abszolút ezt gondolom, hogy szerintem talán pont ebben, ugye te is elmondtad ezt, de hogy most így, ahogy erről beszélgetünk, nekem is most esik le, hogy ebben rejlik a te hosszú távú sikered, hogy te mindig élvezted, amit csináltál, hogy nem korlátoltad be magad úgy, hogy jó, akkor én most nem ehetek csak itt, hanem jó, akkor most egy kicsi csokit ehetek, vagy elmet. Igen, vagy hogy nem tudom, hogy például edzéseknél, hogy akkor most nem 25-öt evezek, hanem csak 22-t, mert hogy most így esett jól, mert az már nem esett volna jól. Hogy javaslod ezt a mai sportolóknak, hogy ne táblázzák be magukat ennyire, ne csináljanak mindent ennyire szögletesen, mert hogyha élvezik az utat, akkor még sikeresebbek tudnak lenni, vagy hosszabb távon tudnak sikeresebbek lenni? Hát én nem akarok így a dietetika ellen menni, nem akarom, hogy megkövezzenek, de hát én azt mindenképpen javaslom, tehát hogy élvezzék tényleg, és
olyan gyorsan vége lesz, mondom ezt 30 pár év után, de tényleg, hogy ha tényleg, ha most újra kezdhetném, ha azt mondanák ma, hogy akkor jó, akkor holnap újra kezdhetem, olyan, hogy úgy újra kezdeném, mert tényleg, és olyan jó ez az állapot, vagy ezek az évek annyi szépséget hoznak, hogy hoztak nekem, és hogy élvezzék ki tényleg, mert vége lesz, és aztán a tényleg a nagybetűs civil élet, az nem biztos, tehát ebben is megvan a szépség nyilván, és ebben is meg fogja találni magát nagyjából mindenki, de ezek olyan évek, amiket nem lehet visszahozni, és amik nyilván formálnak is minket, tehát a jellemünket formálják, az egész világlátásunkat, és közben pedig ez kell, hogy az életünk további részébe energiával töltsenek fel. Ezt nagyon jól megfogalmaztam. Én is azt gondolom, hogy ha valaki nagyon görcsösen ragaszkodik valamihez, akkor az már csak azért sem fog összejönni. Viszont hogyha érdekes ezt mondani, hogy ugye megy az árral, mert ugye egyrészt ez egy jó metafora a kajak, meg a kenu sportákhoz, de hogy azért mégse lehet az, hogy minden hétvégén elmegy az ember bulizni, hogy gondolom, te sem ezt csináltad. Viszont hogyha a tested vagy a lelked azt kívánja, hogy akkor most mondjuk egy szombati edzés után kicsit megpihenjek, és nem úgy, hogy akkor ennyi joghurtot eszem meg ennyi zapszemet, hanem nem tudom, elmegyek lógni a barátaimmal, és bevágok egy-két zacskó chipset, vagy egy pizzát, akkor ezt is meg lehet engedni magadnak. Így van. Szerintem abszolút. Na de vissza a sportkarrieredre, kicsit így elkalandoztunk. 18-ban, ugye azt mondtam, 18-ban még Európa-bajnok lettél egyesben, és világbajnok is lettél párosban. Már is mondom, ez Portugáliában volt. Itt már a Célai Vörös Zsófiával párosoztatok. Itt ültetek el össze-össze, vagy már ezelőtt is mentetek? Szerintem ez volt az első világversenyünk, vagy ez az év volt, amikor először mentünk együtt. Hát Zsófi, ez mondhatom, hogy berúgta az ajtót itt a maratonistáknál. Ugye ő is győri. A mi egyesületünkbe kajakozik, és egyszer csak láttam, hogy edz, rója a kilométereket, és egyszer csak emlékszem, jött, hogy hát ő már nem tudom, ennyit és ennyit megy 2000-en, hogy kipróbáljuk a párost. És akkor pont akkor úgy voltam, hogy ugye a sok ezüstérem után úgy láttam, hogy az a páros, amiben akkor voltam, a Bara Alexandrával, hogy mi innen már, hogyha én akarok még valaha nyerni, akkor váltanom kell, mert már annyi ideje ültünk együtt, már annyit mentünk, már mindent kipróbáltunk, már úgy gondoltam, hogy kimaxoltuk, nem tudunk tovább. Tehát nem tudtam volna azt mondani, hogy na, ha ezt még jobban csináljuk, akkor majd nyerünk. Eljutottunk szerintem ezzel a párossal a mi határainkig, és akkor megfog, ugye amúgy is az egyesületben felvetődött vezetői szinten is, hogyha lenne talán egy tiszta győri páros, hogy az még jobb lenne, igen, az egyesület szempontjából, és akkor a Zsófi is ilyen lelkes volt, és akkor próbáljuk ki, és akkor ott kipróbált, vagyis hát akkor megbeszéltük a Szandival, hogy jó, akkor mi most itt elválunk, elválnak az útjaink, és akkor utána kipróbáltuk a Zsófival, akivel szintén nem volt rossz érzés, amikor először beültünk a hajóba, és aztán úgy voltunk vele, hogy egy évet mindenképpen adunk magunknak, megnézzük, hogy mit tudunk, először a hazai mezőnybe, aztán utána ugye kijutottunk, és akkor a nemzetközi mezőnybe, és mivel ez jól sült el, ezért maradtunk együtt. Ugye említetted, hogy már jó sok ideje ültetek együtt a Bara Alexandrával. Azt nézem, hogy 2014-ben is nyertetek, ugye akkor nyertetek együtt először, 15-ben megint, 16-ban megint, és akkor 17-ben jött ez az ezüstérem. Hogy hármat nyertetek egymás után, és akkor
egy ilyen ezüstérem az már ennyire ezt mutatta neked, hogy akkor innen már nem lehet előre számodra? Hogy innen már nem tudsz vele többet fejlődni? Hát igen, nem feltétlenül az ezüstérem, hanem az, hogy ugye nekem teltek az évek. Én azért már abba kellett gondolkodnom, hogyha ha most nem váltok, és benn maradok itt, akkor, vagy ebben a párosban, akkor én később nekem nincs időm, 2-3 évem, és majd utána váltok. Én vagy most váltok, vagy maradok itt, és amíg ez működik, működik, ha nem működik, akkor vége, ugye akkor már az egyesben nem indultam. És ezért, tehát meg azért, hogy sok időt eltöltöttünk, és most az aranyérem után az ezüstérem az visszalépés mondjuk ugyanabban a mezőnybe, mert azért nem szoktak évente cserélődni, vagy nem szokott évente cserélődni a mezőny, ugyan van mindig egy-két friss hús, de nem láttam a fejlődést, tehát még egyszer mondom, hogy úgy éreztem, hogy eljutottunk a határig, és azért volt ez a váltás, meg hát amiért, hogy én öregettem egyre inkább, és ez volt az utolsó esélyem, hogyha még szerettem volna világbajnok lenni, akkor most kellett, hogy váltsak, vagy akkor kellett, hogy váltsak, hogy legyen még esélyem, nem hogy világbajnok legyen, hanem hogy esélyem legyen arra, hogy világbajnok leszek. Aztán elsülhetett volna ez másképpen is, tehát lehetett volna úgy is, hogy váltok, és akkor idézőjelbe a Zsófival, és csak ezüstéremig jutunk, ez lehetett volna így is, de szerencsére nem. Akkor abba hagytad volna szerinted, vagy ezt így most nem tudod megmondani? Hát magamat ismerve nem. Most azt mondom, hogy nem, de ki tudja. Igen, mert pont ezt akartam mondani, hogy amikor az ember már 40-41 évesen keres új párostárs. Bocsánat, hogy ilyen sokszor felhozom, akkor remélem nem zavar. Csak hogy így alapvetően a sportban azt szokták mondani, hogy olyan 35 után már nyugodtan, hogy visszavonulhat az ember, hogy ott már kihozta magából a maximumot, ha meg nem, akkor már nem fogja tudni. És te még így 41-42 évesen is szerezted a világbajnoki címeidet, frissebb meg frissebb párokkal, hogy te kaptál valaha ilyet? Valamilyen eredmény után, vagy eredmény előtt, hogy figyelj, most már hagyja többieknek is. Hát nyilván mindenki viccelődött azért egy bizonyos kor után, már mindig viccelődtek, hogy azért most már lehet, hogy másnak is kéne teret engedni, vagy most már a Masters-ba induljak. De volt olyan is, aki mondta, hogy igen, ezt most már kell frissítenem, mert ezt most már nem vagyok olyan jó, és nem fogom elbírni, hogyha nem egy nálam jobban megyek mondjuk párost. Úgyhogy én is volt. Meg ha jól remlik, akkor volt egy ilyen, úgymond verseny a Kammerer Zoli meg közt, tehát hogy kinek van több országos bajnoki címe volt így talán? Van, így van, de ne kérdezd meg, hogy ki nyert, hát nekem az rémlik, hogy te vezetsz. Igen? Hát az nekem... úgy lehet, hogy másképp emlékezz, mert... Akkor jó, nem akarom magamra haragítani. Így van. Adjuk meg a krónikásoknak. 19-ben még mindig sikerült világbajnokságot nyerned párosban, ugye itt is a Zsófival, ez Kínában volt. Így van, és ez is egy nagyon küzdelmes verseny volt. Itt sem volt semmi, mondjuk itt nem volt szél, ha jól emlékszem, vagy nem volt. Szél nem volt, viszont állóvíz volt, igen, és ott is az egyik futásnál vagy öntenünk kellett, vagy nem tudom, de azt tudom, hogy lemaradtunk az élbolyról, úgyhogy úgy kellett magunkat visszaküzdeni, ráadásul ott se egyedül szökött meg valaki, hanem két páros szökött meg, úgy emlékszem, úgyhogy ott is vissza kellett kapaszkodnunk, ráadásul a Zsófi ment már előtte egy egyest, egy hosszú egyest, egy rövid egyest, jobb szereplést várt magától, úgyhogy egy kicsit talán csalódottan is ült be a párosba, egyrészt, másrészt meg ez az utolsó esély, mert már a páros után nincs négyes, úgyhogy tehát ilyen vegyes érzelmek is voltak benne, és finishbe tölt el. Ez is a spanyol egységet sikerült. Ja, mondtad, hogy te a végén sose voltál gyors. Nem lehetett azt mondani.
akkor így, hogy még így ennyi idősen is sikerült itt pont a finishben eldőlnie, hogy hát, akkor... Zsófi, beültettem magam mögé. Azért, a Zsófi azért egy gyors, gyors kezű, uh-huh. Úgyhogy hát ennek a frissítésnek köszönhet. Akkor így már érezted, hogy akkor már finishben így erősebbek vagytok, szóval megértem. Igen, igen. Amúgy azok a legszebb emlékeim, vagy azok a legszebb győzelmi emlékek, amik így finisbe dőltek el, nyilván azért, mert gondolom, hogy ez nem volt az erősségem, és akkor azokra emlékszem vissza legszívesebben. 19-ben még egy EB-t is nyertetek előtte párosban. Igen. Ez is finisbe dőlt el, vagy ez egyértelműbb volt? Ez szó volt. Az elvék így nincs kinek vagy, hogy ez szó volt. Nem tudom. De szerintem nem. 19-ben? Nem. Hát akkor még kicsi voltam, úgyhogy erre nem emlékszem. Akkor még nem néztem szerintem így nagyon a világversenyeket. Na szép. De itt is gondolom a Zsófival ültetek már, hogy már előtte 18-ban a VB-n, meg utána is a VB-n. Na mindegy, itt is volt egy aranyérmed. 2020-ban, ugye ez egy elég lyukas év volt a felnőtt mezőnyben, az ifiknek még rendeztek ugye ORV-ket itt Szegeden. Itt neked megfordult a fejedben, hogy akkor ez így egy isteni jel, hogy más pályára térjek, vagy ugyanúgy meneteltél tovább, mert tudtad, hogy még van keresnivalód, és ahogy mondtad, szeretted csinálni. Hát nem vette még ilyennek, hogy ez nekem szól. Jó, bocsánat, én sem így értettem, csak így leállt minden, aztán... Így van, de mi nem álltunk le. Emlékszem, hogy külön engedéllyel tudtunk azért a vízitelepen tevékenykedni. A gyerekek nem, de szerencsére olyan környezetben lakunk, hogy 3 perc alatt kocsival víz közelbe voltunk, úgyhogy a kertbe tároltuk a hajókat, és őket megvittük le mindig evezni, de nálunk ugyanúgy folyt a munka. Emlékszem, hogy a lezárások. Tehát, hogy hazajöttünk, idő előtt haza kellett jönnünk, meg kaptuk a hírt, hogy lezárják a határt, és akkor Horvátországban voltunk edzőtáborban, tehát hazajöttünk, és másnap azt hiszem, hogy meg is történt a lezárás, utána külön engedéllyel tudtunk a lakhelyünk és a vízitelep között mozogni. Hát ugyanúgy ment, nyilván bizonytalanság volt, hogy mi lesz ebből az egészből, aztán persze olyan is lett, Moszkvában volt az EB talán, vagy VB volt, azt nem is tudom. De az 20-ban volt? Az 20-ban, vagy 21-ben. Szerintem az 21-ben volt. 21-ben? Na mindegy, de még az is nagyon foghíjas volt. Igen, tehát, igen. Hogy a miénk az nem is, de Európa bajnokság szerintem, mert Európa kupa. Igen. Futam lett. Ott volt belőle. Az, hogy a Brunoék is ilyen nagyon kevesen indult. Igen. Úgyhogy bizonytalanság volt, de hát csináltuk tovább. Ezt azért kérdeztem, mert például a Ronald Rauch, nem tudom pontosan, igen, így, ő például mondta, hogy hát még az olimpiáig kihúzza, hogyha 21-ben lesz olimpia. Nyilván ugye nálad ez más, mert nálatok nincsen olimpia, de mondtad, hogy itt is ugye volt bizonytalanság bőven, nem tudtátok, hogy mi lesz verseny, mikor lesz verseny, ugye amikor már volt ez az Európa Kupa, akkor mikor lesz rendes verseny. De te végig motivált voltál? Vagy volt ilyen, hogy motivációt vesztettél ez alatt a hosszú idő alatt, amíg nem tudtad, hogy mi lesz, meg hogyan lesz? Hát nem is emlékszem igazából, de hát a motiváció, tehát hogy amikor azért csinálsz valamit, mert szereted, akkor is csinálod, ha nincs verseny, mert hiszen szereted, ez az életed, ezt szoktad meg, jól érzed magad benne, tehát, hogy attól függetlenül, hogy nem láttuk, hogy lesz-e verseny, nem lesz verseny, attól függetlenül szívesen mentünk le, uh-huh. és töltöttük ezzel az időnket, tehát ez így nem volt baj. És aztán 21-ben, ugye, ahol mondtad ezt az Európa kupát, igen. Ugye itt aranyérmesek lettetek párosban, itt hányan indultatok, emlékszel? Mert azt tudom, hogy minden... Hát szerintem 10 alatt. Uh-huh. 10 alatt. Tehát, hogy nem, tényleg nem volt egy óriási mezőny, nagyon sok nemzet kihagyta még ezt a versenyt, nem voltak benne biztosak,
hogy nem tudták, ugye, hogy mire számíthatnak, milyen körülményekre, úgyhogy sokan nem jöttek el. És te izgatott voltál, hogy újra versenyezhetsz, vagy milyen érzések voltak benned? Ezért sokan várnak, ugye itt jó sok idő kimaradt a versenyzésből. Hát vártuk, meg nyilván szerettünk volna újra találkozni a versenytársakkal, meg megméretni magunkat, de azért csalódás volt, amikor odaérkeztünk, és láttuk, hogy ott mi vár ránk, milyen mezőny. Aztán 2022, itt ebben az évben szereztél egy világbajnoki ezüstérmet, ezt is a Zsófival, és ez volt az utolsó világbajnoki érmed. Ezt ott tudtad, vagy te, mármint, hogy így az eredmény alapján, meg ahogy szerepeltetek, meg ahogy érezted magad fizikailag, mentálisan, te érezted, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó világbajnokságod, vagy te ugyanúgy meneteltél a 23-ba is, meg 23 felé? Hát abszolút nem gondoltam, amikor kiszálltam a hajóból, hogy ez lesz az utolsó VB, annál is inkább, mert ott azért bosszankodtam. Az első öröm után azért kicsit bosszankodtam, mert így utólag visszagondolva az lehetett volna az utolsó világbajnoki címem. Nagyon küzdelmes volt a verseny, sokáig együtt ment 3-4 páros is, és a végére tudtuk leszakítani úgy a mezőnyt, hogy egyedül maradtunk egy spanyol párossal, akik ugye 2019-ben, akik mögöttünk másodikak lettek Kínába, és tök jól sikerült az összes kiszállás, az összes beszállás, és hogyha csak azt megcsináljuk, amit az előzőekben, hogyha egy pár másodpercet gyorsabbak vagyunk, és mi szállunk be, akkor nem azt mondom, hogy tuti, hogy nyerünk, mert nincs olyan, hogy tuti, hogy nyerünk, de akkor bőven lett volna esélyünk az aranyéremre. Ugye említetted már több interjúban is, hogy az volt számodra nagyon nagy élmény, amikor 2021-ben Romániában éppen vártad a futamodat, a páros futamodat, és akkor volt a Brunónak az eredmény hirdetése, és akkor szólt neki a himnusz. Hogy mennyire tudtad te figyelni az ő futamát előtte? Mert azért nyilván kellett neked is bemelegítened, meg a saját versenyedre is fókuszálnod, de itt mennyire volt rajtad a fókusz, így százalékban mennyire volt rajtad a fókusz, meg a Brunón? Hát most azt nem mondom, hogy 100%-ig a Bruno volt a fókusz, de nagyon izgatott voltam. Ugye előző nap már az egyesét azt végig izgultam ott a parton, ugye akkor nekem semmi dolgom nem volt, és másnap már a bemelegítés ment, amikor bemelegítenünk kellett, amikor a Brunoék rották az utolsó köröket, úgyhogy figyeltem végig, a fél szemem mindig rajta volt, és amikor meg beálltunk a rajthoz, akkor meg azért nem indultunk, azért indultunk egy picikét később, mert szólt a himnusz, és pont a magyar himnusz szólt neki és a családnak, úgyhogy ez tényleg egy felejthetetlen élmény volt. Itt viszont nem hoztatok érmet. 21-ben? Vagy 21-ben? 21-ben. De, másodikak lettünk. Ja nem, negyedikek lettünk. Igen, mert 22-vel lettetek ez is térmesen. Így van. Igen. És akkor a 22-es év, ugye ez volt az utolsó világbajnokságod. Tudtad-e, hogy ez lesz az utolsó világbajnokságod? Amikor kiszálltam a hajóból, akkor még nem sejtettem, hogy ez lesz az utolsó, vagy ez volt az utolsó. Ugye ezüstérmet szereztünk, de ott az első örömködés után azért egy kicsi bosszúságot is éreztem. Mert ha csak ugyanúgy megcsináljuk a futószakaszokat, mint az utolsót is, mint a verseny alatt az összes többit, akkor azért nagyobb esélyünk lett volna rá, hogy ott az utolsó világbajnoki címet megszerezzük. Igen, én is ezt írtam magamnak össze, hogy szinte mindig elsőnek szálltatok ki, és a rövid kör előtt volt az, hogy már az a spanyol páros, ők előttetek tudtak kiszállni. Ugye, ahogy ezt az elején említettük, de inkább lassabban szállsz ki, de biztosan. Itt lehet, hogy ez is benne volt?
Hát itt 100% hogy benne volt. Ugye nyilván, ahogy a ternek a percek, meg az órák, nyilván a fáradtság is, úgyhogy már azt a kényelmes kiszállást olyan tempóba csináltam meg, úgyhogy itt abszolút elmehetett azon például, hogy én nem ebbe szocializálódtam, vagy nem tanultam meg ezt a kiugrást, simán lehet, meg a beszállást. Mondjuk a beszállás az szerintem az egész jó, a kiszállással vannak a gondok. És akkor ez volt ugye az utolsó világbajnokságod, és nem tudom, ezek után volt még nemzetközi versenyed? Nem. Hát a Szelje maraton, arra el szoktunk menni mindig. Hát mindig, háromszor voltam. Amiket így a maraton karriered alatt megéltél, nagyon sok versenyen voltál, nagyon sok tapasztalatot szereztél, nagyon sok érmet hoztál haza. Melyik volt a kedvenc versenyed? Európa-bajnokság, világbajnokság, így ha emlékszel. Hát, hogy említettem már így az interjú során, hogy nem vagyok ez a szélsőséges, hogy ez a kedvenc, nincsen kedvenc ételem, nincsen kedvenc édessége, mert mindegyiket szeretem. Úgyhogy van egy csomót tudnék mondani, hogy valamelyik azért, mert amit Kanadában 2000-ben először nyertem finishbe, az óriási volt, akkor még 36,6 volt, iszonyú hosszú volt, az is, a futás is hosszú volt, emlékszem ott az erdőben. Mennyire volt hosszú a futás? Hát ott én nem tudom, de hogy 400 méter. Komolyan? De tényleg nagyon hosszú, most úgy emlékszem, hogy át kellett futtunk egy tóra, ráadásul egy erdőbe, kavicson keresztül, tehát ilyen morván keresztül, arra is szívesen emlékszem, vagy 2005-ben, Perth-ben, amikor már lemaradtunk az élbolyról, és jó, akkor csak menjünk, hogy ne kapjunk ki nagyon sokkal, és aztán valahogy az utolsó futást úgy elbénázták ott elől, hogy megnyertük a versenyt. Ugye ott kim volt már a Bruno is, 11 hónapos volt, az is nagyon emlékezetes, és tudnék így még párat említeni, de olyan, hogy kedvenc, olyan nincsen. De akkor legemlékezetesebbnek ezeket mondanám. Ezeket mondanám, igen. Ahhoz képest, vagy azon kívül, hogy ugye te abszolút egy maratonista vagy, egyszer-egyszer kikacsintottál a síkvízre is, hiszen indultál például 5001-est 2013-ban, 14-ben is, és előtte 12-ben, meg 13-ban az EB-n. Itt főleg a 36,6 után, meg utána a 26,6 után, azért az 5000 ez még mindig egy sprint táv talán. Hogy készültél erre máshogy? Vagy mit kell elképzelni, hogy az alapvető edzés rutinod hogy nézett ki, és utána ez, amikor már az 5000 méterekre készültél, ez mi volt a különbség? Hát ugye azért teljesen más volt a felkészülés, amikor 36,6-ot vagy ha 36,6 kilométer volt a verseny, meg amikor lecsökkentették. Úgy emlékszem, hogy talán ebben az időben már lecsökkentették, úgyhogy nekünk is arra kellett átállni a maratoni távra való felkészülés során, hogy a robbanékonyságot egy kicsit fejlesszük, hogy ne ez a nyúlós iramevezés legyen, hanem legyenek benne ezek a robbantásszerű szakaszok, úgyhogy nagyon jól föl tudtuk építeni. Tök jó volt az 5000 méteres felkészülés nekem a maratonira, és a maratoniból viszont nagyon sok mindent tudtam hasznosítani, például a fordulóknál, ugye abban az időben még az 5000 nem volt futós, most már futós, de akkor még nem volt futós, de abszolút a fordulókat a maratoniban szerzett tapasztalatommal nagyon nagy előnnyel tudtam kezdeni. Itt viszont síkvízi hajóban kellett menned, igaz? Igen. Hogy itt nem lehetett 8 kilóssal versenyezni. Igen. Nehéz volt átszokni? Mert azért... Nem, vagy csak a futásnál érzi azt a súlyt az ember. Meg edzéseken én általában úgy csináltam mindig, hogy síkvízi hajóba edzettem, és csak a verseny előtt ültem át, közvetlenül a verseny előtt a maratoni hajóba, vagy amikor gyakoroltuk mondjuk a futószakaszt, ugye, hogy ne a síkvízit törjem össze, meg azon nincs is fogantyú.
úgyhogy az egyáltalán nem okozott gondot. Uh-huh. Említetted, hogy például ez a kanadai verseny volt, ugye, amikor még 36,6 kilométer volt, és ugye nagyon hosszút futottatok, akkor is már kitalálták ezt a fogantyút, vagy akkor mindenki a hátán vitt, vagy a vállán vitte a hajót? Hát volt ez is, az is volt, aki a vállán vitte, akkor volt, hogy egy műanyag csövet ragasztottunk uh-huh. oda a beülőhöz, hogy legyen, vagy egy fadarabot, hogy legyen mihez, vagy legyen az újadat, igen, megkapaszkodni. Aztán sokkal később jöttek valamikor ezek a fogantyúk, már nem is tudom, hogy tényleg, hogy kinél láttuk először. Mert ugye most már azt is nagyon ritkán látjuk, hogyha valaki felveszi a vállára, mi általában a kevésbé tapasztalt kajakosok, megkenusok teszik így, viszont amikor még nem volt ez a fogantyú, akkor gondolom ez gyakrabban fordult elő. Hát abszolút, de mondjuk ugye egyesben volt a gond, mert párosban ugye mindig megkapaszkodott a beülőnél, azt tök jól lehetett kivitelezni, azzal nem volt baj. Az egyes az inkább volt, tehát inkább kényesebb volt ebből a szempontból. 13-ban lettél VB ezüstérmes, ugye ezen a síkvizen. Igen. 14-ben bronzérmes, és 12-ben, 13 meg Európa-bajnok ezeken a síkvizi 5000 métereken. Mondtad, hogy nagy előnyöd származott abból, hogy te már tudtad, hogy nem kell fordulni. Viszont azért egy 5000 méter alatt, főleg így, hogy nincsen kiszállás, ugye, hogy ezt a mai 5000-eknél láthatjuk, nehezebb leszakítani az embereket, nem? Hát igen, ott azért kell egy nagyobb sebességkülönbség, azért mondom, hogy meg fordulók mondjuk erre abszolút alkalmasak voltak, főleg, hogy akkor kezdett el bejönni ugye az 5000, ma már azért mindenki rutinos, tehát azért ez is fejlődött így az évek során, hogy megtanultak fordulni a síkvizesek is, ugye? De... Hol kezdtem? Ja, hogy akkor jött be, igen. Hogy, ja, és hogy nagy, azért ez egy állóvíz, és azért ahhoz, hogy valakit leszakítsál, ahhoz azért nagy sebességkülönbség kell, hogyha tényleg nincsenek benne fordulók, vagy nincsen futószakasz. Úgyhogy ez igen, valóban így van. Ugye azt mondtad, hogy sose volt nagy a végsebességed. Viszont azért sikerült nyerned kétszer is az EB-n. Ez minek volt köszönhető? Ennyi előnyt tudtál szerezni a fordulóidból, vagy a többiek ennyire elfáradtak a végére, vagy teljesen egyedül maradtál? Ezekre az Európa-bajnokságra akkor emlékszel? 12-ben, meg 13-ban? Hát, ha az emlékeim nem csalnak, akkor igen, tehát az egy jó iramenéssel azért ott akkor mondom még egyszer, hogy azért nem volt, akkor kezdtek beletanulni a síkvizesek ebbe az 5000-be, vagy hogy is kell versenyezni bolyba, ugye, hiszen ők mindig egy meghatározott pályán mentek addig, tehát amíg mondjuk lehet, hogy nekem a vizezés az pihentető volt, addig nekik nem biztos, hogy nem minden körülmények között érezték, vagy nem, vagy annyira hosszú távon nem érezték a vizet, és nem tudtak úgy pihenni, úgyhogy azért mondom, hogy szerintem a maratoni múltam, az nagyban hozzájárult ezekhez a sikerekhez. Nem csak, hogy így igazából ezt próbáltam kiszedni belőled, hogy jött ki ez, hogy te ott is tudtál nyerni, hogy amikor ez nem volt brutál hosszú táv, meg nem volt az az előnyed, hogy te tudod, hogyan kell kiszállni a hajóból, meg beszállni, de hogy emlékszel erre, hogy egyedül érkeztél a finishre ezeknél az Európa-bajnokságoknál? Hát sajnos nem emlékszem. Nem. Hát nem. Kérdem. De ezeket te hogy fogtad fel? Hogy gondolom attól még a maraton világbajnokság volt főleg fókuszban, vagy nem? De abszolút, de nagyon örültem neki, amikor adódott ez a lehetőség, és felvették az 5000-et, mert azért mindig ott motoszkált bennem a síkvizen való indulás, és nem voltak vérmes reményeim, mert azért nyilván az évek során az ember tisztában van, hogy
hogy hol a helye, vagy hogy mire van predesztinálva, tehát tisztában voltam vele, hogy az olimpiai indulás az olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, de úgy gondoltam, hogy ez az 5000 ez feküdhet nekem, mert azért attól függetlenül most itt mondom, hogy sose voltam olyan gyors, de azért olyan lassú sem voltam. abszolút úgy gondoltam, és örültem a lehetőségnek, és vártam, és büszkeséggel tölt el, hogy azért ott is helyt tudtam állni. És aztán most az év elején vonultál vissza, igaz? Vagy tavaly év végén? Tavaly év végén, igen. December 20-án volt egy ilyen kisebb ünnepség. Mikor érkezett ez meg, vagy mi miatt érkezett meg hozzád ez az információ, vagy ez a döntés, hogy akkor most van az a pillanat, hogy... Hát ugye 23-ban nem sikerült kivívni a jogot, elindultunk a válogatón, de nem sikerült odaérnünk, úgyhogy eldőlt, hogy világversenyen már nem fogunk indulni, legalábbis abban az évben, 23-ban. Közben ezzel párhuzamosan két éve nekem már elindult egy kis csoportom, ami már 95 főre duzzadt, amit persze nem egyedül csinálok, hanem Tokár Krisztiánnal közösen egy vegyes fiú-lány csoport, 2016-os a legkisebb, és 2007-es a legfiatalabb, persze külön csoportba. Tehát két csoportra vannak szedve, és a két csoport is még két csoportra, úgyhogy ez négy csoport. Ez így néz ki a gyakorlatban. Tehát mivel nem jutottunk ki, és már két éven keresztül párhuzamosan csináltam a sportot, igen, és az edzősködést, láttam, hogy ugye egyre inkább eltolódott a fókusz a gyerekek felé. Először még megpróbáltam kettőt edzeni és a gyerekekkel foglalkozni. Ugye amíg még csak toboroztam a gyerekeket és kevesebben voltak, ez még úgy működött is. Aztán utána akkor jó, akkor napi egy edzéssel is lehet szinten tartani, főleg ebben a korban már nem is baj, hanem edzek annyit. Úgyhogy napi egy edzéssel próbáltam megoldani, de aztán nyilván az idő megy, a gyerekek egyre többen lettek, elvitte az energiámat is, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy ugyanúgy szálltam be egy edzés megtartása után a hajóba, mint hogyha nem csináltam volna semmit. Úgyhogy ezt már így nem lehetett csinálni. Tehát, hogy elkajakozgathatnék még, de hogy a fiatalokkal, meg a világelittel felvegyem a versenyt, az ehhez borzasztóan kevés. És akkor nyilván a nyomás is egyre nagyobb volt a túloldalról, hogy most már hagyjam abba. Úgyhogy aztán fájó szívvel, de vége. Szóval így, hogy te már most már abba hagytad a profi sportod, a sportkarrieredet, viszont még benn vagy a sportágban, hiszen nevel a jövendő bajnokokat. Mi az az egy tanácsod, amit adnál a feltörekvő kajakosoknak, vagy a nagyon kicsiknek? Mi a legfontosabb ezen az úton? Hát az első és a legfontosabb szerintem az, hogy élvezzék mindig, amit csinálnak, mindig próbálják meg meglátni benne a szépséget, még amikor úgy érzik, hogy egy nehezebb időszakban is vannak, és ne felejtsék el, hogy mindenki, vagy bárki képes lehet ezekre az eredményekre, sőt, nagyobb eredményekre is, minden csak fejbe dől el. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm. Azt is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ennyi mindenről meséltél nekünk. Ez volt, hát azért azzal nem mondok nagy hülyeséget, hogy neked van a legkidekoráltabb sportkarriered eddig a vendégeim közül. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy végignéztétek, illetve végighallgattátok ezt az interjút. Most arra kérnélek titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek be minket Instagramon, illetve Facebookon és Spotify-on. Reni, meg egyszer köszönöm, hogy eljöttél, megtiszteltetés volt, remélem élvezted. Nagyon, és, köszönöm szépen, megkívánok. És további sok, hát most már nem sportsikert, de sikert kívánok neked az életben, az edzői karriered során, illetve a bármi más, ami még jön veled szemben. Köszönöm szépen.
Sziasztok!